A testvériskolai kapcsolata Pélmonostori dr. Frányó Tudzsmán általános iskola és a Mohács térségi általános iskola között már az 1970-es években elindult, és csak a honvédőháború ideje alatt szünetelt. 2009 óta azonban ismét rendszeressé váltak a találkozók, és évente két alkalommal is ellátogatnak egymáshoz a Pélmonostori iskola magyar anyanyelvápoló csoportja és a mohácsi horvát nemzetiségi oktatásban résztvevő negyedik osztályos diákok. 1976-ban indult ez a testvériskolai kapcsolat, ami aztán a délszláv háborúk ideje alatt egy kicsit visszaesett, akkor szünetelt, de aztán igazából a 2000-es évek elején, pontosabban 2009 óta ismét rendszeressé vált, és évente látogatunk el ide. Ennek a látogatásnak az egyik célja az, hogy a gyermekeink a nyelvet gyakorolhassák, illetve ismerkedhessenek itt a horvát nemzetiségi kultúrával, a helyjel, a helységgel, hogy ezt is megmutathassuk nekik. Mindig a negyedik évfolyamosok jöhetnek el ide, és úgy tudom, hogy ők is jöhetnek el vissza. Azt gondoljuk, hogy a 4 év, az elsőtől a negyedik osztályig elegendő arra, hogy annyira elsajátítsák a nyelvi alapokat, hogy tudjanak már kommunikálni egymással, akár játszani, akár órát látogatni, akár közös programokon részt venni. A találkozó jó lehetőséget nyújtott arra is, hogy Magyarország Eszéki Főkonzulátusának segítségével egy Szent László királyról szóló kiállítást is megnyissanak. Egyrészt egy szent király volt, ami azt jelenti, hogy az egyház szervezésben, a kereszténység megerősítésében tett nagyon sokat Magyarországért, másrészt pedig egy lovag király volt, ami azt jelenti, hogy megvédte hazáját a betolakodókkal szemben, és megerősítette, megszilárdította a magyar királyságnak a határait. Másrészt pedig egy nagyon jó államszervező volt, ami azt jelentette, hogy rendet tett Magyarországon több évtizednyi ugye rendetlenség és felfordulás után. Tehát számos olyan tulajdonsága van és eredménye, ami miatt tisztelettel nézünk rá, és ezért nem véletlen, hogy évszázadokkal később egyfajta kultusza alakult ki Magyarországon és a Kárpát-medencében. Ezt mutatják azok a mondák és legendák, amik köveződnek a neve köré, illetve azok a freskók, amik számtalan templomban megtalálhatók a Kárpát-medencében, amelyek leginkább egy mondat körül keringenek. Az a történet, amikor a Kun vitéz elrabolja a magyar lányt, és Szent László pedig utána megy és kiszabadítja. Úgyhogy ezt szeretnénk átadni a gyerekeknek, ezért vagyunk itt, és remélem, hogy pozitív visszhangra talál a körükben. Jáger Brigitta anyanyelvápoló tanár magyar óráit az idei tanévben 46 diák látogatja. 2013-ban kezdett dolgozni ebben az iskolában, azóta ő tartja a kapcsolatot a mohácsiakkal. Régebben ez egy ilyen sportnapon körül szerveződött az egész. Most viszont az történik, hogy a negyedikes diákok jönnek mindig, és a negyedikes diákok fogadják őket, és tulajdonképpen szeretnének mindig hospitálni az órán, mivel ők horvátul tanulnak, és szeretnék ugye hallani a horvát nyelvet, kicsit gyakorolni a nyelvet, viszont az én diákjaim, vagyis én szeretném, ha az én diákjaim magyarul ugye társalognának velük, úgyhogy azt találtam ki, hogy ilyen közös társasjátékozást keretében barátkoznak a könyvtárban, úgyhogy lesz lehetőség arra, hogy meg is ismerkedjenek azokkal a diákokkal. A pélmonostori anyanyelvápolásra járó diákok versekkel, dalokkal és táncokkal köszöntötték egymást és a vendégeket, majd a közös társas játékozással zárták a találkozót.